Sziasztok! 2023. július 23-a van, ha jól tudom, vasárnapi nap. Úgy gondoltam, hogy az idén is megmutatom nektek a szőlőimből egy kis ízelítőt. Most itt állok egy tőkénél, ez egy negyedik éves tőke, ennek a fajtája a Dubonski Rozové, és most van rajta, hagytam rajta 7 fürtöt, ez az év, ez egy nagyon katasztrofális év gomba szempontjából. Ebbe az évben az biztos, hogy a 3-4, de még az 5 permetezés sem volt elég, idáig. Ugyanis állandóan esett az eső, és meg meleg is volt, aztán megint eső, megint meleg, ez így váltakozva adta egymást. Az az igazság, hogy az a gombának a meleg ágya, itt minden gomba aztán szaporodik. De nekem helye közel, úgy mondom, hogy sikerült megvédeni. Na nem minden fajtát, de egyes fajtát. Van a Dubowskinak a levelét meg lehet nézni. Nézzétek meg, hogy hát itten Peronospora, Lisharmat, ilyesminek nyoma sincs. Igaz, hogy itten van egy kis egy pár levél, aminek így a széle el van vörösödve, de ez lehet, hogy betudható egy kis tápanyag hiánynak is, mivel sok esőzés volt, és így a talajból jobban kimosta a tápanyagot a szőlőtől. Van egy pár, mondom úgy, hogy mivel negyedik éves ez a tőke, igen, negyedik éves, kettő egész fürtöt hagytam rajta, hármat, a többit azt megcsonkítottam már akkor, amikor a polzás előtti időszakban, ahogy kijöttek a fürtök, több mint felét eltávolítottam a fürtöknek, ennek is például, mert sok lett volna ennek a tőkének, tehát nagyon érezni kell az, hogy hiába erős növekedésű egy szőlő, nem biztos, hogy én nálam úgy fejlődik, mint a másik embernél, mert nem biztos, hogy ott olyan a talaj, meg a körülmények, vagy a tőke is olyan erősségű, olyan gyökérzettel rendelkezik, és attól, hogy erős növekedésű, nem biztos, hogy nagyon jó kondícióban van. Ezért látnunk kell azt, hogy milyen kondícióban van a szőlő, és meg kell próbálni ezt a terhelést nekünk beállítani a szőlőnél. Van egy szép fürtöm idáig. Most lehet azt mondani, hogy eljött az az időszak, mikor ez a fajta nagyon hajlamos a kicsattanásra, tehát most lehet látni, hogy már kezdi a színét fölvenni a szőlő, mert ez ilyen piros színű lesz érési fázisba. Ez egy, hoztam egy mérőszalagot, hogy egy kicsit ez egy kis dicsekedés, tehát ez majdnem a 60 cm ez a fürt, de 58 cm, 57 cm ez pontosan egyébként. Ez a fürt, de még lehet, mire be lesz érve teljesen, még akkor, amíg nőnek a bogyók is, akár a 60 cm-t is el fogja érni. De most az a helyzet ebből a fajtával, hogy most nagyon vigyázni kell a kicsattanásra, tehát az esőzéseknél, hogyha mostan innentől kezdve eső éri kint természetesen szabadba ezt a fajtát, akkor ezt a fajtát érdemes lesz ilyen fürtvédő fóliával borítani, hogy a szőlő a bogyóin keresztül ne tudjon fölvenni vizet, mert akkor sokkal nagyobb esélye van a kicsattanásra. Azt el kell mondanom, hogy ez az év ez a szőlő termesztés szempontjából nem egy ideális, nem egy jó évnek mondható. Voltak olyan fajtáim, amik egyáltalán nem jól teljesítettek, nem jól pózoltak be, nem is úgy fejlődtek, ahogy kellett volna, ahogy a tavalyi évben az megfigyelhető volt. De azt gondolom, hogy én még összetehetem a kezemet olyan szempontból, hogy nem kaptunk jeget, mert tudok olyan helyet, meg olyan embereket, akik jeget is kaptak jó bőven, aztán még levél sincsen a szőlőjükön, mert úgy levert mindent, meg még a diót is leverte a fáról. Tehát be kell élnünk azzal, ami van, örüljünk annak, ami van. Jelen pillanatban a Dubowski Rozové én nálam így néz ki. Itt van egy másik szőlő mellette, közvetlen mellette. Ez egy kis fürtű, apró bugyójú szőlő. Ez a Moldova. Ez egy nagyon késői kék szőlő.
sokáig a tőkén tartható, meg sokáig tárolható. Ez egy nagyon bőtermő, ez is egy negyedik éves tőkém, de ennek a terhelésére nem kell annyira figyelni, mert ez nagyon erős növekedésű, nagyon jó bírja a terhelést ez a fajta. Aztán tudok nektek mutatni mit még egyet itt a közelbe. Ez a, hát ezt nem tudom 100%-osan kijelenteni a fajtáját, mert ez ugye tudjuk azt, hogy amit rendelünk Ukrajnából szőlőt, az nem az a fajta fog érkezni, hanem majd lutri, majd mikor terem, az is elképzelhető, hogy borszőlőt kapunk. Ez bananásznak jött, hát ez nem bananász, ez a szőlő, ez egy nagyon korai, de nem is árkádia. Ez egy nagyon korai, nem muskotályos, édes, sárgára színeződik, nagyon jó bőtermő, tehát a rossz pózás a való tekintettel is ez a szőlő fürt, nem olyan, ami ennek lenne kellene, de ilyen körülmények között, ilyen esős körülmények között ezt még egy olyan jó 60-70%-osnak mondhatom ezt a szőlőtőkének a termését. Itt már megfigyelhető rajta egy kis kacsfürt, de még ezt lehet, hogy meg is hagyom ezt a kis kacsfürtöt, majd meglátjuk, hogy beérik-e. Tavaly már volt rajta kacsfürt, és itt is van még rajta szőlő, itt végig ezen. Azt hiszem, hogy 17 vagy 18 fürtöt hagytam rajta meg. Ez már egy másik, ez már az Armani. Ez már nem jól kötődött. Igaz, hogy ugyanakkor volt a pózása a szőlőnek, ugyanabban az időben. Itt van mellette, egy kertben van, másfél-két méterre vannak a tőkék egymástól. Ez nem jól kötődött. Azt gondolom, hogy fajta jelleg is ez, bár idáig nem volt a kötődése probléma, nem volt madárkás, tehát nem igazán ez a mostani dolog, ez nem igazán a nő vagy a hímivaró szőlőnek a eredménye, ez a rossz pózódás, hanem inkább az időjárás, valamint a pózásba, mikor pózódik a szőlő, akkor a jelenlévő gombák szerintem, amik legjobban meghatározzák ezt a kötődést, hogy madárkás lesz, vagy mennyi bogyó lesz rajta. Úgyhogy most ennyit tudok nektek mutatni, sajnos sok mindennel nem tudok dicsekedni. Minden év tanulság, minden évben kell tanulni, minden évben kell gondolkozni, meg tervezni a jövő évre, hogy hogyan csináljuk jövőre, mit szúrtunk el az idén. Ezt mindenki maga dönti el, hogy mit hibázott, vagy mi az, amire jobban oda kell figyelni. Az biztos, hogy 2-3 permetezéssel ilyen időjárás körülmények között ezeket a csemegeszőlőt, de még a borszőlőt is nem lehet megvédeni. Tehát a növényvédelemre nagyon oda kell figyelni. Jelen pillanatban én örülök neki, hogy ilyen is van. Aztán bízunk benne, hogy be is fog élni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videómat, ami nem hosszúra sikerült. Jó szőlészkedést kívánok, és kívánom nektek, hogy ne menjen el a kedvetek a szőlőtermesztéstől. Sziasztok!